ennek köszönhetően azért most, hát nem is teljes eredeti pompájában, de annak köszönhet ez a mostani nagyon szép állapot. Úgyhogy fantasztikus érzés ilyen falak között dolgozni. Egyrészt azért, mert ezek a falak ugye 100 éve állnak. Még akkor is, hogyha a debreceni tűzvész ezt az épületet se kímélte, és azért elég sokszor hozzá kellett nyúlni. Másrészt azért azt is tudni kell, hogy ez 1911-12-es évek, tehát nem egy éve, egy körülbelül 2 éves időszak alatt készült el, és Jabri Manóczi Kálmánnak a tervei alapján egy nagyváradi építész, ott egyébként neki Nagyváradon is vannak hasonló szecesszió stílusú épületei. És ez annak idején az első takarékpénztár épülete volt. Nem csak ez az épület része, ahol mi most vagyunk, hanem ugye a régen a Tiszti Klub néven ismert, ami egyébként már Piac utcai rész, tehát gyakorlatilag ez egy telek, tehát ez az egész telek, ez a takarékpénztár épülete volt. És aki mondjuk többet jár ott, az látja is, hogy teljesen hasonló az ornamentikája az épületnek, mint itt. És az első takarékpénztárnak a palotája volt. Aztán a államosítás után, ez kb. 1949-50-es évektől folyamatosan kulturális tevékenység zajlik az épületben, aminek kapcsán, ha ezt el lehet mondani, akkor egy felhívással is fordulunk Debrecen lakosságához, és arra kérjük a civiseket, civis polgárokat, hogy írják meg nekünk az élményeiket, azokat az élményeiket, amik az itt folyó, nagyon színes, gazdag kulturális élethez kapcsolódnak. És még jobb, hogyha ezeket az élményeket fotóval is alá tudják támasztani és illusztrálni tudják, mert hogy egy egész évben zajló programsorozattal készülünk mi ennek a 100 éves évfordulónak a tiszteletére, aminek a zárásaként az év végén egy kiállítást szeretnénk rendezni, ahol elsősorban ezek a fotók szerepelnének bemutatva, hát ha nem is az elmúlt 100 évet, de az utóbbi 50-60 évet mindenképpen, ami a kultúráról szólt ebben az épületben.